Sziasztok, Szandra vagyok. Ebben a videóban arról fogok beszélni nektek, hogy mik azok a termékek, szépségápolási termékek, amiket én már nem vásárolok egy ideje. Szóval ez most kicsit egy ilyen anti-haul videó lesz, illetve arra próbálok ösztönözni titeket, hogy ti is gondoljátok át, hogy mi az, amiről le tudtok mondani, akár a környezetvédelem érdekében, akár annak érdekében, hogy kevesebbet vásároljatok, és kevesebbet költsetek sminkekre, meg szépségápolási termékekre, illetve egy picit talán racionalizáljátok az ilyen jellegű kiadásaitokat, és átgondoljátok, hogy mi az, amit tényleg használtok, és mi az, amire tényleg szükségetek van. Így dióhéjban erről lesz szó ebben a videóban, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Az első dolog, amit már régóta nem vásárolok, azok a monoszemhéjpúderek. Ez egy tök érdekes dolog, mert amikor ugye elkezdett jobban érdekelni a... Elnézést. Szóval amikor elkezdett jobban érdekelni a sminkelés, akkor először mono szemhéjpúdereket vásároltam elsősorban, mert hogy próbálgattam, hogy mik azok a színek, amik jól állnak nekem, melyek azok a textúrák, amiket szeretek, szóval akkor még tényleg egy ilyen tesztelgetős folyamat volt, és nem akartam beruházni egy egész palettába, mert nem tudtam, hogy mik azok a színek, vagy akár finisek, amiket igazán szeretek. Viszont mostanra meg már fordult a kocka, most már tényleg gyakorlatilag csak és kizárólag palettákat vásárolok, és azt is egyébként egyre ritkábban. Nem is tudom, hogy mi volt az utolsó, amit vettem. Talán a MAC palettám? Nem tudom. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy nem vásárolok már monoszemhéjpúdereket, mert szeretek komplexen gondolkodni, és egy paletta szerintem sokkal több lehetőséget rejt, sokkal inkább kihasználható, sokkal több féle sminket tudok készíteni vele. Vannak még egyébként itthon monoszemhéjpúdereim, bár nagyon kevés, talán 2-3 darab, de azokat sem veszem igazából már elő, szóval tényleg amikor szemsminket készítek, akkor azonnal a palettáimhoz nyúlok, és a palettáimban lévő színekkel próbálok összehozni valamit. Én nem is tudom, minek kellene történni ahhoz, hogy én újra monoszemhéjpúdert vegyek. Ahhoz valószínűleg nagyon-nagyon bele kellene szeretnem egy színbe, tehát annak valami tényleg nagyon különlegesnek kellene lennie. De egyszerűen tényleg már így a boltokban sem igazán nézem meg őket. Maradjunk akkor a sminkeknél. Nagyon régóta nem vásárolok már folyékony highlightereket, és ez egy tök érdekes dolog, mert igazából a folyékony highlighterekkel én soha nem tudtam mit kezdeni hosszú távon. Tehát mindig, amikor megvettem régebben egy folyékony highlightert, akkor rengeteg lehetőséget láttam benne, hiszen tudod használni önmagában, bele tudod keverni az alapozódba, bele tudod keverni az arckrémedbe, szóval tényleg elvileg sokféleképpen lehetne használni, de én aztán mindig leragadtam ott, hogy így egy-kétszer használtam, aztán rájöttem, hogy kicsit tulajdonképpen macerás, mert hozzákevergetni, eltalálni a megfelelő arányt, hogyha ugye csak simán az arcomra vittem fel önmagában, akkor általában mindig túl sokat nyomtam ki belőle, szóval rájöttem, hogy számomra teljesen feleslegesek ezek a folyékony highlighterek, mert nem használom ki őket, nem tudom őket megfelelően használni, hogyha értitek, hogy mire gondolok. Szóval nekem egészen egyszerűen macerásak, és mindig az volt a vége, hogy oda ajándékoztam őket valakinek, mert hiába voltak gyönyörűek, egyszerűen ott hevertek a fiókomban, mert amikor tényleg highlightert akartam használni, és ez még mindig így van, akkor mindig ezeket a kis kompakt préselt, nem is tudom, hogy mondják. Tehát, hogy tudjátok, ami nem is ez a porállagú highlighter, hanem ezek a kompakt préselt highlighterek, nekem ezek a kedvenceim, nekem ezek jöttek be leginkább, úgyhogy a folyékony highlighterek számomra gyakorlatilag tényleg teljesen feleslegesek már. És ugyanilyen feleslegesek számomra a szemhéjtusok bármilyen formában, tehát tök mindegy, hogy filces tus, tök mindegy, hogy folyékony tus, tök mindegy, hogy ilyen tégelyes. Rájöttem, hogy én nem vagyok egy tusos lány, soha nem is voltam az, nem tudok szépen tusvonalat húzni, valahogy a szemhéjem is olyan fura, hogy annyira vicces ez a pulcsi, hogy így azt hiszed, hogy egy ilyen
szürke, sötétkék kulcs, és közben elnézést, hogy kicsit elkalandoztam, a tusoknál tartottam. Szóval én nem vagyok az a tusos lány, és igazából tényleg csak beszáradtak nálam a tusok, mert hogy mindig azért vettem egyet-egyet, meg ugye kaptam tesztelésre is, de most már, hogyha jön egy sminkcsomag, egy ilyen PR csomag, és van benne szemhéjtus, akkor az gyakorlatilag azonnal felbontás nélkül továbbadom, mert tényleg nem használok tust, úgyhogy teljesen felesleges ilyesmit vásárolnom. És akkor még egy dolog, így a sminkek közül, amit már nem vásárolok, azok az arcpaletták, és itt leginkább azokra az arcpalettákra gondolok, amikben kettőnél több szín van, mert hogy most is van itthon, azt hiszem, két vagy három ilyen kis duóm, amiben pirosító van, vagy highlighter és bronzosító, és szerintem az ilyen duók, azok még egészen jól kezelhetők, mivel azért ezeknél úgy látod, hogy azt a kettő darab színt, ami benne van, tudod-e használni. Viszont, hogyha kettőnél több szín van már benne, 3, 4, 5, 6, több ilyen paletta is van, amiben 6 különböző pirosító van, vagy bronzosító és pirosító, vagy highlighterek, szóval így mindenféle mixe ezeknek. Szóval én ilyeneket már nem vásárolok, mert rájöttem, hogy az ilyen palettákban általában egy vagy kettő szín volt, amit használtam és szerettem, és a többi meg gyakorlatilag csak állt, és az meg tényleg pazarlás, szóval, hogy azért megvenni egy hatos arcpalettát, hogy kettő színt használj belőle, az itt tényleg teljesen értelmetlen számomra. Amúgy bocsánat, eszembe jutott, hogy van egy darab hatos arcpalettám itthon, az az Hourglass Ambient Lighting paletta, azt hiszem az a neve. Na, azt viszont tényleg nagyon szeretem, abból sem használom mind a hat színt, de négyed biztos. Azért az mondjuk egy elég jó arány, de alapvetően azért az ilyen palettáknál, amiben 4-5-6 szín van, ott szinte mindig az volt, hogy egy színbe szerettem bele, vagy egy szín tetszett meg, és amiatt vettem meg egy egész palettát. Úristen, annyira nonsens, meg így kimondva is. Szóval ennek itt tényleg nem látom értelmét, és nem is vásárolok már ilyesmit. Térjünk akkor az arcápolásra, de kicsit még a sminkeléshez kapcsolódva van még egy dolog, amit már nem vásárolok, és ezek az arctisztító kendők. Én mondjuk soha nem is voltam oda különösebben ezekért, mert szinte kivétel nélkül mindegyikben van denaturált alkohol, amit egészen egyszerűen nem bír az én bőröm, meg valahogy így soha nem éreztem olyan igazán alaposnak ezt az arctisztító kendővel való sminklemosást, meg arctisztítást. Nyilván, ha utazik az ember, meg alkalmanként persze jól jöhet, de alapvetően én nem hiszek ebben a típusú arctisztításban és sminklemosásban. Szóval tényleg alaposan és megfelelően le akarod mosni a sminkedet, akkor azt vízzel és valamilyen arclemosó termékkel, illetve akár egy micellás vízzel tudod megfelelően eltávolítani. Arról nem is beszélve, hogy hát azért a környezetszennyező hatása sem elhanyagolható ezeknek az arctisztító kendőknek. Mondom, soha nem is voltam igazán nagy rajongójuk, de most már például, hogyha egy cég ilyet akar küldeni nekem, akkor azonnal mondom is nekik, hogy köszönöm szépen, nem kérem, vagy ha ne adj Isten valaki bejelentés nélkül küldi ilyet, akkor azt is azonnal odaadom valakinek, mert tényleg nem szeretem őket. A következő dolog, amit már nem vásárolok, azok a különböző fátyolmaszkok, és itt is több oka van, hogy miért nem, de a fő indok, amiért leszoktam róluk, az az volt, hogy azért ezek is egyszer használatos termékek, tehát ott van egy ilyen tasak, amiben benne van ez a fátyolmaszk, egyetlen egyszer használod, és utána megy a szemétbe. Szóval főként környezetvédelmi szempontból tartom úgymond aggályosnak ezeket a termékeket, és most félreértés ne essék, én nem vagyok egy ilyen zero waste hős, és korán sem vagyok tökéletes ebből a szempontból, és nagyon sok mindenben kell még fejlődnöm, de szerintem pont az ilyen pici lépéseken is múlik ez az egész, hogy belátod és megérted, hogy miért nem jó ez, és igazából én abszolút tudok élni fátyolmaszkok nélkül, szóval nekem vannak szuper tégelyes maszkjaim, amikben nem tudom én hány alkalomra való adagnyi arcmaszk van,
és ezekkel én tökéletesen jól el vagyok, úgyhogy ilyen fátyolmaszkokat én már nem vásárolok, és tök jól meg vagyok nélkülük. Nem vásárolok már arcra bírókat sem, mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy van még itthon egy-két olyan arcmaszkom, ami ilyen radírozó hatású, amikor lemosod, de azok nem kifejezetten arcra vírok, szóval konkrétan ilyet, hogy arcra dír, ilyeneket már nem vásárolok. Nyilván ez annak a folyamatnak is az eredménye, hogy én is azért elkezdtem odafigyelni a tudatos bőrápolásra, úgyhogy én már hámlasztó termékeket használok, tehát amik úgymond kémiailag hámlasztanak és így újítják meg a bőrödet. Nagyon szeretem például a Revoxnak a szalicil savas hámlasztóját, illetve most újra elkezdtem próbálkozni a The Ordinary-nek a mandelik acid. Na, valami ilyesmi, de szerintem aki ismeri, ezt tudja, hogy miről van szó. Szóval, hogy én ezekkel hámlasztok, és teljesen leszoktam az ilyen fizikai arcadírokról, mert utána olvastam, és rájöttem, hogy nem jó az a bőrömnek, nem kell. És végül az utolsó dolog, amit már jó ideje nem vásárolok, azok a golyós dezodorok. Ennek nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy nem bírom azt a nedves érzést, amit a golyós dezodorok hagynak maguk után a hónaljamban. Szóval amikor én bedezodorozom magam, akkor nem akarok percekig így járgálni, hogy megvárjam, amíg megszárad. Ez ilyen egyéni preferencia. Én nem szeretem a golyós dezodorokat, én stifzeket szoktam használni, azok sokkal inkább ilyen púderes érzést hagynak maguk után a hónajban, vagy hát semmiféleképpen nem ilyen nedves érzést, tényleg ki vagyok tőle. Szóval, hogy én rájöttem, hogy utálom a golyós dezodorokat, úgyhogy ezt én egyből mindig anyukámnak szoktam adni, mert ő meg imádja őket, úgyhogy golyós dezodort sem veszek már. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt. Hogyha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi az, amiről ti leszoktatok az évek alatt, mi az, amit már ti nem vásároltok így szépségápolási termékek terén, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!